vörös kód. Ma estig van érvényben a rendkívüli eljárásrend. Éjszakai műszak következik. Csütörtökről péntekre virradóra csővezetéket fektetnek a kórház körforgalomnál. Szélmalomharc. Jelzésünk után a MÁV kitakarítatta a gyalogos híd alatti simpárt, de a probléma szerintük visszatérő. Jó estét kívánok, Vuk Anita vagyok. Ez a Kanizsa TV híradója július 19-én szerdán. Jönnek a részletek. Nagykanizsát éppen csak meglegyintette tegnap este a térségen átvonuló vihar szele. Így fogalmazott Bangó Szilárd Lóránt, a Zala megyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyettes szóvivője. A legnagyobb károkat a határon túli települések szenvedték el, de némely Kanizsa környéki községben is volt dolga a katasztrófavédőknek. Személyi sérülésről nincs értesülése a hatóságnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat riasztást adott ki tegnap este 7 óra magasságában. Ez már jelezte, hogy mi közeledik Zala vármegye irányába, mondta Bangó Szilárd Lóránt. Mint fogalmazott, egy-egy fakidőlés volt a megyében, de a déli területeket súlyosabban érte el az ítéletidő. Belezna község volt a leginkább érintett a keddesti viharban. Ott jártunk kórszerda délelőtt, az áramszolgáltató szakemberei még mindig dolgoztak a károk elhárításán. Voltak olyan fák, amik idézőjelbe teszem, csak az útra dőltek, és csak forgalmi akadályt okoztak, de néhány fa villanyvezetékre is rádőlt. Ez itt a településen néhány utcában áramkimaradást is okozott, itt az áramszolgáltatók közreműködésére is szükség volt. A nagykanizsai tűzoltók segítségére indult a Murakeresztúri önkéntes tűzoltó egyesület, miután ők a saját falujukba végeztek. Ők, hogy a Beleznára be tudjanak jutni, ehhez is már több fát el kellett távolítaniuk az útról, 40-50 méterenként akadályozta a településre, hogy bejutásukat egy-egy kidőlt fa. Ők is megérkeztek Beleznára, és ők is csatlakoztak a kanizsai tűzoltókhoz, végigjárták a falut és az összes ilyen érintett fát, ami problémát jelentett, eltávolították. Ma este 8 óráig van érvényben a vörös kód. A 15-én a hőség miatt életbe lépő eljárásrend a szociális intézményeket érinti, és kötelezővé teszi a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását. Az utcai szociális szolgálatnak van ezekben a hetekben több dolga, csak úgy, mint télen a krízis időszakban, mondta el Szőke Rózsa, a Magyar Vöröskereszt által működtetett átmeneti szálló és éjjeli menedékhely vezetője. A szakemberek a hideg hónapokban 18 és 22 óra között szokták felkeresni az általuk ismert, vagy esetleg nem ismert, de utcán élő hajléktalanokat. Ez a nyári kánikulában más időintervallumban történik. A tapasztalat azt mutatja, a hőségben nem tartózkodnak a nyílt utcákon az érintettek. Vélhetően behúzódnak olyan helyekre, ahol azért nem fognak hőgutát kapni. Ebben bízunk, és hát tudjuk is, hogy így van nyilván, mert azért többen közülük bejárnak étkezni délben, tehát el tudják itt fogyasztani az ételt. Amire mi jobban odafigyelünk ebben az időszakban, hogy víz mindenképpen legyen, tehát az utcai szolgálat is, hogyha az autóval elindul, akkor vízzel úgymond feltankolnak, és akkor tudnak kínálni folyadékot az ellátottaknak. Az éjjeli és a nappali menedékhelyeken is van még szabad kapacitás, ám mint azt Szőke Rózsa elárulta, a hőség miatt nem jellemző, hogy behúzódnának az intézménybe a fedél nélküliek. Pedig a létesítményben minden szolgáltatásra, tisztálkodásra, mosakodásra is van lehetőség. Elég jó támogatást kapunk itt a főnök asszony is, meg a másik, a Margit is, az is nagyon rendesek, mindannyian rendesek a portán is, úgyhogy nagyon rendesek én szerintem. Nagyon, én tudom, miután itt vagyok, most augusztusban lesz egy éve, hogy itt vagyok, sajnos, hogy itt vagyok, de nagyon rendesek. Bár a hőség miatt nem keresték fel az átlagosnál többen a szállót, azt azonban Szőke Rózsa kiemelte, hosszú idő után ez az első olyan év, amikor azért nőtt meg az ellátottak száma, mert más városokból is érkeztek olyan rászorulók, akik eddig nem voltak a kanizsai intézmény látókörében. Csütörtökön 23 órától péntek hajnali 5 óráig dolgozni fognak a kórház körforgalomnál a szakemberek. A vízi közműhálózat rekonstrukció részeként az érintett időszakban csővezetéket fektetnek. Ebben a 6 órában a két körforgalom közötti szakasz le lesz zárva, viszont a tervek szerint reggel már megnyitják a közlekedőknek.
Az elmúlt másfél hét kánikulája nem kímélte a Szabadics ZRT szakembereit, mint az Farkas Lóránt projektvezető elmondta, a kötelező frissítés és pihenőidő okán mintegy 50%-kal esett vissza a teljesítményük. Ennél azonban jóval nagyobb probléma volt, hogy az ötvös tér irányába nem tudták a vezetéket a föld alatt átsajtolni, ezért kellett elrendelni a csütörtök éjszakai munkát. Egy 500-as acélvédőcsövet szerettünk volna átsajtolni terv szerint is, illetve valóságban is. Ez egy ismeretlen eredetű közműbe ütközött, az acél sajtoló védőcső hát nem ment át az út alatt. Ebből adódóan kénytelenek vagyunk az útburkolatot átbontva a vezetéket lefektetni. Részben már sajtózásra is került, hogy ez holnap éjjel 11 órától péntek hajnal 5 óráig fog megtörténni. Így az útburkolatot fel kell vágni csütörtök éjjel, majd azt követően fektetik le a vezetékeket és temetik be az érintett szakaszt. A munka során a kivitelező részéről kérik a lakosság türelmét és megértését. És az útalapot úgy mondom véglegesre helyreállítjuk, kivéve az aszfalt burkolatot, mely majd a későbbiekben az aszfaltozási munkákkal fog beépülni. Azért forgalom péntek hajnaltól tovább tudjon menni, zuzalékkal fogunk helyreállítani ideiglenesen burkolatszintben. Hát reményeink szerint, meg terveink szerint ez hajnali 5 órára meg is fog tudni valósulni, ha nem találunk ismételten terven nem jelölt közművet. Az elközmű rendszer hiányosságairól már korábban is beszélt Farkas Lóránt, akkor a csatlakozási pontokat nem ott találták meg, ahol lenniük kellett volna. A szakember szerint a teljes országra jellemző, hogy számos olyan vezeték van a földben, amiről senki nem tud semmit. Összegyűjtötték a MÁV munkatársai a sínekre dobált szemetet a Bagolai sor kis hídjánál. Az esetet szerkesztőségünk hónapokkal ezelőtt jelezte a társaság sajtóosztályának, ahonnan azt a választ kaptuk, a probléma rendszeres, hiszen a környéken élő lakosok hordják oda a hulladékot. Tankönyvek, bevásárlólista és több személyes irat is került a sínekre még márciusban. A problémát a helyiek szerint a Szentgyörgyvári hegyen élők okozzák. Hosszas levelezés után két hete telefonon jelezték a MÁV részéről, eltakarítják a hulladékot, véleményüket pedig írásban közlik. Menjen el a polgármesterhez, és akkor kérdezze meg. Nyugodtan kérdezze meg. Elég szomorú, hogy el van szórva a szemét. Forgatásunk alatt is alaposan összeveszett azon egy Szentgyörgyvári hegyen élő és egy Bagolai soron lakó személy, hogy kinek a dolga az eltakarítás, és miért kerül ide rendre szemét. A MÁV válasza szerint az általuk megbízott vállalkozók évente egyszer megtisztítják az egész területet, azonban a Nagyrécse, Nagykanizsa állomás közben évente 8-10 köbméter szemét termelődik újra. Az állításukat a mi képeink is igazolják, hiszen a sínekről valóban eltűnt a hulladék, de a kis hín melletti rész újra tele van szórva szeméttel. Az érintett területen 2022-ben 6000 kg illegális hulladékot szállított el a MÁV, ennek a költsége mintegy 560 ezer forint volt. Az otthagyott galja kérdésére is kaptunk választ a közlekedési szolgáltatótól. Az szerintük nem tűzveszélyes, ennek ellenére szeptemberben az ott lévő 3 köbméter fát elszállítják. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Kevés vagy, nem kevés az új parkoló? Berta Krisztián szerint biztosan enyhíteni fogja a kórház közlekedési nehézségeit a foghítelek fejlesztése. Kanizsán a Magyar utca. Visszatért a legendás zalai zenekar a plakátház udvarára. Biztos, hogy enyhíteni fogja a kórház parkolási gondjait a Teleki és Kórház utca kereszteződésében lévő telek felhasználása, hangsúlyozta Berta Krisztián, az éve önkormányzati képviselője. Az érintett területen június 28-án rakták le a Burger King alapkövét, a gyors étterem mellé egy spár is épül, valamint új parkolókat alakítanak ki. A közösségi oldalon sokan kritizálták a döntést, mondván ez így nem oldja meg a kórház forgalmi gondjait. Sok kanizsai internetes csoportban volt téma a foghítelek hasznosítása. Többen megkérdőjelezik az újabb gyorsétterem szükségességét, de sokan érveltek amellett, hogy az egész területet parkolóvá kellett volna alakítani. A gyorsétterem kialakítása elindult, és már az alapkőletételkor az éve politikusai hangsúlyozták. A telek értékesítésével és az így kialakuló új munkahelyekkel nyert az önkormányzat.
Összesen 100 új parkoló jön létre, ebből 45 lesz a városi. Javítani mindenki fogja, mint amilyen mostani helyzetben, hiszen most ezen a területen 0 parkoló van, és ha elkészülünk mindennel, akkor pedig közel 100 parkolóhely lesz, ami tény, hogy a Burger Kingnek is lesz saját parkolója, az áruháznak is lesz saját parkolója, és ezen a mögöttetek látható területen pedig az önkormányzatnak lesz 45 férőhelyes parkolója, úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy már pedig fogja enyhíteni a kórház környéki parkolási problémákat. Azt Berta Krisztián is elismerte, a teljes megoldást a Kossuth tér felhasználása jelenteni. A körforgalom melletti területen még nem eldöntött, hogy murvával vagy aszfaltozással alakítják ki az új leállókat. Kétféle verzió készült erre a területre. Egy ideiglenes murvás verzió, és ahhoz puskáznom kell, az nagyjából 38 millió forintjába kerülne a városnak, míg a teljesen aszfaltozott parkoló, az pedig nagyjából 51 millió forintba kerülne a városnak. Hát gondoljuk, hogy akkor a Kossuth téren az mi pénzbe kerülhet. Én bízom abban, hogy az Éljen Városunk Egyesület frakciója ezt a forrást meg fogja találni, és abban is bízom, hogy majd a kisebbségi frakció is támogatni fogja, hiszen ez nem egyik vagy másik oldal kérdése, hogy itt is kulturális körülmények legyenek, hanem ez a város érdeke. A parkolókat tekintve a kivitelezés még néhány hetet várat magára, hiszen dönteni kell az aljazatról és a közvilágítás kiépítéséről. Ugyanakkor a munka nem sokat késhet, hiszen abban megállapodtak a felek, hogy a csapadékvíz elvezetést a 3 érintettnél egyszerre végzik el. Egy év után ismét a Plakátház udvarában adott koncertet a Magyar utca zenekar. A 4 tagú formáció fellépésén a korábbi dalaik mellett számos új szerzemény is felcsendült. A zalaegerszegi zenekar, amelynek nevét Zé Lukács Sándor szövegíró egy kanizsai utazása során találta ki a 80-as években, lírai rockzenét játszik immáron több évtizede. A Magyar utca az évek alatt több tagcserén is átesett, a jelenlegi felállás tavaly óta szerepel együtt, Kis Benedek egy évvel ezelőtt csatlakozott társaihoz. Eleinte úgy voltam vele, hogy engem ez nem érdekelt. De elmentem egy meghallgatásra, hogy azért mégiscsak nézzük meg azt, hogy ez hogy működik, és annyira klassz volt rögtön az első próbán a kémia, hogy végül is maradtam, és azóta is nagyon jól érzem magam itt a csapatban. Hóbor László az egyik legrégebbi tagnak számít a formációban, szerinte letisztultabb lett a zenekar hangzásvilága az utóbbi időben, ez az ének, a vokál és a hangszerek újfajta egységének, valamint a csapatmunkának köszönhető. Van egy alapvászszerkezet, az a Lukács Sanyinak köszönhető, a szöveg ugye, illetve egy nagyobb úgynevezett mankó felvételváz igazából, ami mondható alapdolognak. Viszont, ahogyan most mondtuk is korábban, egy olyan stabil zenekari brigád alakult ki, hogy mindenki közösen teszi hozzá magáit, és egy elképesztő alkotói munka, műhely munkának szoktuk egyébként nevezni, mindenki közösen csinálja és adja hozzá magáit. A banda énekesnője Siposné Deák Tíme szintén a tagok közötti egységet tartja a Magyar utca legnagyobb erősségének, mivel nem csak a színpadon, hanem emberileg is bármikor számíthatnak egymásra. Számára fontos volt, hogy kipróbálja magát egy új műfajban is, és mára úgy érzi, otthonra lehet a zenekarban. Akikkel játszottam, zenéltem, ők hakni zenekar volt, és a 80-as, 90-es évek nagy slágereit játszottuk, és én abban tudtam kiteljesedni. És akkor jött ez a lehetőség, ami most számomra tényleg nagyon nagy kihívás volt, és ezt próbáljuk megugrani, ezt a lécet, mert Zé Lukács Sanyiról annyit azért érdemes tudni, hogy eszméletlen dalokat írt, olyan szövegvilággal, ami szerintem egyedi. Nem csak itt Zala-megyében, hanem az országban is. A zenészek az elmúlt egy évet munkával töltötték, a fellépések mellett számos új dal is született, amit egy lemezbemutató koncerttel hallhat majd először a közönség. Tavaly augusztus-szeptember óta nekiálltunk egy új lemez készítésének, 12 olyan szám felvételét tervezzük, illetve most már a befejező munkálatoknál vagyunk, ami eddig még felvétel formájában nem hangzott el. A tagok az új albumról egy-két szerzeményt eljátszottak a kanizsai közönségnek is, a repertoár nagyobb részét azonban a korábbi Magyar utca dalok adták. A helyi református templom javára tartottak jótékonysági koncertet a hétvégén Galambokon. Az eseményen Mészáros János elektolmácsolásában hallhatott ismert opera áriákat és magyar nótákat a közönség. Ez a
11 évvel ezelőtt nyerte meg az egyik országos tehetségkutató versenyt Mészáros János Elek. A művész azóta folyamatosan koncertezik, évente csak nem 150 fellépése van. Többségében jótékonysági eseményeken vállal szerepet, mert presbiterként fontosnak tartja a segítségnyújtást és azt, hogy Isten dicsőségére énekeljen. Az általa előadott dalok a különböző műfajok ellenére is összefüggő témák köré csoportosultak. Mindenféle műfaj lesz, tehát lesz magyar nóta is, lesz operett is, lesz táncdal, lesz opera ária is, de mindegyikből olyat éneklek és olyat választok, ami templomban megszólalhat, és a mondani valója az ide talál. A hit, a hazaszeretet és a hűség témakörében válogatok mindig énekszámokat templomi koncertre. A galambaki református templomot a 18. század végén szentelték fel, az épületet azóta többször is felújították, legutóbb 2013 és 2016 között. A koncert célja volt, hogy az állam megőrzéshez szükséges adományokat gyűjtsenek össze a hívek. Bertók Dániel szerint a helyi egyházközösség tagjai teljes melszélességgel állnak ki kegyhelyük megőrzése mellett. Mint minden feljutott templom, főleg ezek a régi templomok, azok utána ilyen állagromlásba kezdenek, és mi inkább az állagot szeretnénk megóvni egy olyan alapnak az összegyűjtésével, hogyha önerős pályázatot találunk, akkor bele tudjunk vágni, és akkor akár a külső falakat is, több helyen látszódik, hogy leúlott már a vakolat, hogy rendbe tudjuk hozni, és így belépve abba a sorba, a templom építő hitvalló őseink sorába, hogy mi is megőrizzük a galamboki templomot az elkövetkező generációk, nemzedékek számára. A jótékonysági eseményre teljesen megtelt a galambaki református templom. És átvészed, állatál, az angosan köszönt a szemben a boldogság. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Vörös kód. Ma estig van érvényben a rendkívüli eljárásrend. Éjszakai műszak következik. Csütörtökről péntekre virradóra csővezetéket fektetnek a kórház körforgalomnál. Szélmalomharc. Jelzésünk után a MÁV kitakarítatta a gyalogos híd alatti simpárt, de a probléma szerintük visszatérő. Ez volt a Kanizsa TV híradója július 19-én szerdán. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Köszönöm a figyelmet, további szép estét kívánok, viszontlátásra!